Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! Mai vendégünk Holop Ferenc, aki tulajdonképpen hazai pályán van. Üdvözöllek! Milyen érzés, hogy nem a kérdező szerepében vagy, hanem a válaszadó szerepében? Hát én is köszöntök mindenkit a képernyők előtt, benneteket is. Hogy milyen érzés? Hát ilyenkor szokták azt mondani, hogy akasztják a hóhért. Teljesen más érzés ez, mint kérdezni. Remélem nem lesz nagyon kellemetlen. Remélem, hogy majd egy jó fél órát eltöltünk itt együtt. A fiatalabb generációk főleg azt gondolják, hogy te egy tőzsgyökeres naszvadi vagy. Az idősebb generáció tagjai tudják, hogy ez nem így van. Tulajdonképpen Bátorkesziről jöttél. Mióta is élsz naszvadon? Hát tulajdonképpen 20 évesen jöttem naszvadra. 1976-ban, pontosabban augusztus 13-án léptem be kultúrházba, tehát mint fiatal legény érkeztem meg ide. Annak 48 éve, ha pontosan jól számolok, de nem biztos. Mennyire érzed magad ízig-vérig naszvadinak ennyi idő után? Hát elmondhatom, hogy teljesen. Ugyanis gyermekkoromban szüleim vándoroltak, sok helyen laktunk. Aztán az iskolás éveimet, az alapiskolás éveimet Bátorkeszin végeztem el, és ahogy mondtam, 20 éves koromtól naszvadon vagyok, úgyhogy tulajdonképpen már ez az otthonom, és én úgy érzem, hogy hát most már naszvadi vagyok. 1976-ban léptél be a helyi művelődési központ kötelékébe, így is mondhatnánk, és 88-tól voltál az intézmény igazgatója. Ez elég sok év, ennyi idő alatt bizonyára rengeteg élménnyel gazdagodtál. Van-e valami esetleg, amit úgy ki tudnál emelni, ami olyan legemlékezetesebb dolog volt ez idő alatt? Hát tulajdonképpen egy kicsit visszakanyarodok a kezdetekhez. Érdekes volt a felvételi, amikor felvettek ide. Először, mikor eljöttem, akkor hát abban az időben még ekkora haja volt az embernek. És nyugodjon Tóth Miki tanácselnök, össz kellett bemenni, hogy keresnek-e munkást. Abban az időben címerfestő, vagy ilyesminek kellett, a sok jelszót kellett volna festeni. És rám nézett, és köszönjük, nem keresünk senkit. Majd eltelt egy bizonyos idő, mégiscsak megkerestek, és akkor már Tóth Miki felvett, és Duka Esztikével dolgoztunk itt nagyon hosszú ideig. Tehát végül is azért utasítottak el először, mert ilyen hippinek néztél ki? Hát igen, teljes farmer jack. Akkor még a farmer az még megint csak egy érdekesség volt. A nagyhaj az hát divat volt, mert nagyon sokan hordták, de hát ugye megítélés alá szorult a dolog, úgyhogy. De aztán azért mégiscsak itt maradtam azóta is. Van esetleg olyasmi, ami olyan nagyon rossz élmény volt, amit szeretnél inkább elfelejteni? Nem tudom. Nagyon... Erre nem emlékszek. Mert én tudok olyasmiről, ami mondjuk ilyen veszélyes helyzet volt, amikor a szerdahelyi maffia... Jaj, igen, hát az akkor benne voltunk a diszkóvilágban keményen, és hát ugye ott védelmi pénzekről volt szó, hát az bizony kemény dolog volt, de mi bérbe adtuk akkor a termet, tehát nem mi voltunk a szervezők, bérbe adtuk a termet, és hát ott tulajdonképpen aki a diszkót szervezte, annak volt nagyon kellemetlen ez a dolog. Persze, hát a többieknek is, akiket úgy, hát
tulajdonképpen szétverték az egész diszkót, magyarul mondva. Az kellem. Aztán a rendőrségi kihallgatások, meg minden. Ez mondjuk egy kellemetlen, és nem egy kedves emlék. Mire vagy a legbüszkébb, amit elértél ez alatt a pályafutásod alatt? Hát talán inkább úgy mondanám, hogy örömmel gondolok vissza bizonyos időszakokra. Kedves emlékek a zenész bálok. Dobosi Robi ötlete alapján jött létre, és több mint 10 évig rendeztük egy jó hangulatú, nagyon jó bálokat, erre szívesen emlékszik vissza az ember. Aztán szívesen emlékszek vissza a 95-ben, amikor a televízió elindult, ez jövőre 30 éves lesz ez a televízió. Bizony, bizony. Ennek az ünnepségeire, a 10 évesre, a 20 évesre. Nagyon nagy dolog volt ez abban az időben, mert a szlovákiai viszonylatban is az elsők között voltunk, akik kábeltelevíziót működtettek, és a programszerkeszt egy új kihívás volt, de örömmel, az szóval feldobta az embert. És nagyon sokáig egyedül csináltad ugye tulajdonképpen az összes munkát, vagy legalábbis majdnem az összeset. Hát lényegében igen, de volt azért csapat, tehát voltak a műsor vezetők, ugye, Claudia és Kató. Persze ezeknek a szövegeket mindent elkészítettünk, és, de sokszor azért kijöttek a terénre is, hogy riportokat, de persze ők iskolások voltak, ez eléggé behatárolt volt ez a fajta dolog. Aztán szövegírók azok voltak, sokáig Icuka, Haris. Aztán mindig csökkent a dolog, ahogy az analóg áttért a digitálisra, egyszerűsödtek a dolgok, mert azért az analóg elkészítése az hosszú időt vett igénybe, mert az egyik kazettáról másoltuk a másik kazettára a műsort, közben zenét engedtünk hozzá, közben mondtuk a kommentárszöveget, és ha az ember bakizott, újból, előről az egészet. Úgyhogy még már... Ez elképzelhetetlen. Hogy tényleg, ahogy az ember olvasta a szöveget, csak egy baki kellett ahhoz, és akkor na kezdjük újból. És ez nagyon sok időt vett igénybe, de mindenki nagy szeretettel. Én élveztem ezt a dolgot, sokat adott, sok emberrel találkoztunk. Ötletelni lehetett riportokban. Politikát azt elkerültük, amennyire lehetett, nem foglalkoztunk vele, úgyhogy. Hát erre is szívesen emlékszik vissza az ember. Szívesen emlékszek vissza az átépítésre is. Nagyon sok ötlettel járultam hozzá, hogy bizonyos dolgok úgy legyenek, mert az ember itt dolgozott, tudta, hogy mire van szüksége. Ekkor jött létre tulajdonképpen ez a helyiség is, ahol igen, vagyunk. Igen, ez hál' Istennek tulajdonképpen ennek az átépítésénél az akkori polgármester, Haris József, Feri, szabad kezet kapsz benne, gondoljátok el, mit szeretnétek itt, hogyan, és akkor jött, fogalmazódott meg bennem az ötlet, hogy legyen egy kamaraszínházunk. És mikor az ötleteket így elmondta az ember, akkor hát ez jó, nagyon jó, és így sikerült megoldani ezt az épületben ezt a részt. Úgyhogy de sok minden van, amit szívesen emlékszik vissza az ember, de hát 47 év alatt annyi minden jó dolog történt, hogy az emberbe ezek már elmosódnak, ezek az emlékek, gondolatok. Érdemeidért számos díjazásban részesültél, számos kitüntetést kaptál. Sorolj fel, légy szíves párat, nagyon sok van belőlük. Hát igen, tulajdonképpen azt mondhatom, hogy
Ezek a kitüntetések, amivel elismerték a munkámat, ez is nagyon kedves emlékek. Tulajdonképpen az egyik legmagasabb kitüntetéssel tüntettek ki, mindaz mellett, hogy polgármesteri díjat megkaptam, a falu díját, és most már a nyugdíjba vonuláskor az egyik legmagasabbat, a Labor et Concordia emlékgyűrűt, amely számomra azért is nagyon értékes, hogy ebből a kitüntetésből Naszvadon 3 darab létezik. Ez pedig először Borbély Péter kapta meg lelki atya hosszú éves ténykedésért, majd Haris József polgármester és jó magam. Tehát ez is bizonyítja, hogy mennyire büszkék vagyunk rád, mi naszvadiak. Köszönöm. Mennyire tudtad összeegyeztetni a rengeteg munkát, mert hát ugye ez a munka rengeteg időt emésztett fel, a magánélettel? Hát ez egy érdekes dolog volt, mert tulajdonképpen az egész családi élet ehhez a munkahelyhez volt kötve, olyan értelemben, hogy csak akkor mehettünk kirándulni, vagy bárhova, hogyha itt nem volt rendezvény. Tehát ez volt az elsődleges, és ezt a feleségem is, aki elnéző volt, és mindenben támogatott, volt vasaltink, vasaltnadrág mindig, és ugye ez a munkakör olyan, hogy még más emberek szórakoznak, mi dolgozunk. Tehát a legtöbb rendezvény hétvégén volt, és ott menni kellett. És amikor még a televízió megjött, akkor még többet kellett menni, de nem volt gond belőle, mert valahol az ember úgy érezte, hogy hát ez a munkahelye, itt kell teljesíteni, ezt kell csinálni. A fiúk sem érezték úgy egy kicsit, hogy elhanyagolod őket esetleg, vagy bevontad őket azért egy kicsit ebbe a világba is? Hát tulajdonképpen a gyerkőcöknek is megvolt a maguk világa, mert rajzszakkörtől még alapiskolások voltak, ilyen szakkör, olyan szakkör, hétvégeken. Aztán, amikor már kamaszodtak, akkor már maguk világa volt, meg akkor már nagyon nem is keresték az én kapcsolatomat olyan értelemben, mert akkor már hogy számítógép elkezdődött, amikor kamaszodtak, és már amikor meg már egyetemisták lettek, akkor meg már teljesen. De nagyon sok helyen voltunk, akkor még létezett a szakszervezetek, tehát az ROH, hogy jobban megértsük, kirándulások voltak, úgy a művelődési, mert mi Komáromhoz tartoztunk, ugye az a szocializmus alatt, tehát oda tartozott az összes kultúrház dolgozó, és onnét is kirándulások voltak. Aztán a nejem is dolgozott az iskolaügyben egy darabig, akkor onnét is voltak kirándulások. Azért megment ez a fajta élet, úgyhogy, de bizony nagyon sok órát itt kellett tölteni. Lassan egy éve a nyugdíjba vonultál, de nem az otthon ülő nyugdíjas típus vagy. Mivel foglalkozom mostanában? Hát ez egy új életforma, amit az ember előtte úgy elképzel, de hát azért ez teljesen más. Tehát ezt át kell élni, nem? Ezt nem lehet, én úgy gondolom, hogy elképzelni. Na, hát lehet, illetve lehet, de nem úgy sikerülnek a dolgok. Hát lelassult az életvitel egy kicsit. Lelassult pontosan az életvitel. Tehát már csak abból kifolyólag is, hogy tehát nem kell naponta munkába menni, nem kell, egy kicsikét ráérősen ébred az ember. Hát akkor, hogyha ma nem készült el valami, hát akkor majd holnap elkészül. Tehát ezekkel úgy nincs gond, de megvannak nekem a
elképzeléseim, és itt térek rá a fotózásra, hogy, és persze elsősorban az unokák, mert abból is van 5, és most már így gyakrabban tud, igen, gyakrabban csörög a telefon, hogy hát apu, anyu, talán tudnátok egy kicsit vigyázni, vagy gyertek el, vagy elviszük a gyerekeket, ami nagyon, nagyon jó. És ez mellett, bár mindannak ellenére, hogy távol vannak, nem naszvadon élnek a gyerekek, és mindez mellett hát a fotózás az, ami kitölti nagy részt a szabad időmet, különböző versenyek, Komáromi klubban dolgozik az ember, a fotóklubban ott is vagyunk 22-en, naponta csörög a telefon valamelyiktől, ott is versenyekre megyünk, ilyen-olyan fotótúrákra, úgyhogy hát zajlik az élet. Sőt, nagyon sok díjazásban részesültél az elmúlt egy évben, és ráadásul május 18-án Nagyváradon volt kiállítás megnyitott. Milyen kiállítás volt ez tulajdonképpen? Hát Nagyvárad kiírt egy versenyt, amire küldtem be fotókat, és az előzménye ennek a kiállításnak, küldtem be fotókat, és elvittem az első díjat, és ennek következtében meghívtak kiállítani Nagyváradra, az EFA központban, Eurofoto Art teljes nevén, és hát tulajdonképpen egy 30 fotóval egy várban, a nagyváradi várban, ott van az EFA-nak a központja, és oda meghívtak kiállítani. Ami nagyon kellemes, és egy fotósnak mi lehet jobb, mint hogy megmutassa az alkotásait, mert hát azért dolgozunk. Van-e ezek között, a fényképek között esetleg kedvenced? Hát ez tulajdonképpen mindig az a kedvenc, amivel éppen dolgozol, mert valahol abban, annak a bűvkörében élsz, annak a fotónak, vagy fotóknak, úgyhogy mindig az a kedvenc, de azért vannak olyanok is ott, ugye, hát amit szívesen fog az ember a kezébe, vagy szívesen visz kiállítani gyakrabban, mint a többit. Sőt, van egy pár, amelyik többször díjazott, mint a többi, gondolok erre, arra a kalapos hölgyre, például az a képed elég sok díjat elvitt. Igen, igen. És hát még aztán, igen, néptáncosok, ha jól tudom, azok is több igen, díjat elvittek. Az a Nagy Igmándi néptáncosok, az is többször volt díjazott, aztán többször volt díjazva egy bácsika Romániából, egy hát hegedűvel, de az egy érdekes hegedű, aminek ilyen tövcsér van a végén, és az a mai napig hozza a díjakat, úgyhogy hát, de én az utóbbi időben szerettem elmenni a fotografika felé, tehát fotó és grafikának az ötvözete, tehát a számítógép ezt most engedi, és ebben kiélem magam, szeretem. Tehát a grafika is, mert ugye hát az ember itt is hosszú éveken át azért csak szerkesztette a plakátokat, a mindent, és úgy benne maradt az emberbe ez, hogy egy kicsit azzal a képpel belevigyük a fotografikát. Egy nagyon jó mesterem van, ez Eifert János budapesti fotoművész, aki ezt behozta úgymond a divatban, akivel nagyon jó barátságban vagyok,
És magának a fotózásnak az a lényege, hogy, és a kiállításoknak, hogy megismerkedik az ember olyan alkotókkal, akikre felnéztél, és csak a fotókon keresztül tudtad, hogy ki az, és most már eljutottam olyan helyzetbe, hogy most már találkozok velük, és barátként üdvözöljük egymást. Úgyhogy ez számomra egy nagyon nagy érték. És ahogy hallom, még mindig van mit tanulnod, és még tanulsz, és tehát ez is mutatja, hogy szívvel, lélekkel foglalkoztat még mindig a fotózás. Hát igen, tulajdonképpen szerencsésnek mondhatom magam, és még ha visszatérek egy picit a kultúrádra, hogy fokozatosan sikerült sok mindent megtanulni. Tehát én, mikor idejöttem, én nem fotóztam. Tehát kultúrházban kezdtem el fotózni a sok Z-akciót, még a rendezvényeket. Aztán bejött a televízió, tehát akkor kamerázás, újra tanulni kellett, tehát mindent tanulni kellett. Majd bejött a számítógép, akkor a grafika, és a fotózás aztán kinőtte magát, a esküvői, meg a családi képek kinőtték magukat, tehát egyfajta olyan képekké, amikkel most már kiállítani jár az ember. Van-e még valami, amit úgy nagyon szeretnél elérni, vagy van-e esetleg egy olyan álmod, amit szeretnél teljesíteni? Hát tulajdonképpen úgy érzem, hogy a magam módján és ebben a közegben én elértem azokat a dolgokat, amik kedvesek számomra, örülök nekik. Különösebb álmom, hát persze most lehetne azt mondani, hogy szeretném megérni a kisunokám mesküvőjét, de hát ezek olyan dolgok, amihez tulajdonképpen, ha egészség van, akkor az megtörténik. De különösebb, nagyobb dolog, jól érzem magam. Jól érzem magam, úgy érzem, hogy nincs hiányom, nincs, és most nem anyagilag beszélek, hanem tehát más téren nem tudok olyan dolgot. Tehát örülök, boldog vagyok, hogy tudok menni kiállítani, barátok, új barátokra teszek szerte. Tehát a fotoklub elnökeként ott is kedves emberek vesznek körül. Azt hiszem, hogy... És itt Naszódon is meg kell említeni azt, hogy nagyon sok jó ismerős barát van. Ez adódik abból, hogy ugye sok mindenkivel találkoztam. Tehát úgy a kultúrház területén, de úgy magánéletben is, mert azért ugye rengeteg lakodalom volt, rengeteg rendezvény, és azt hiszem, hogy Naszódon talán nincs is olyan ház, most lehet, hogy nagyképűen hangzik, de nem szeretném, hogy úgy tűnjön, ahol nincs valamilyen kötődés velem szemben, akár egy fotó, akár egy videó, vagy éppen a könyv, amit megszerkesztettem elsőként, majd másodikként a Haris József-féle könyvet, tehát valamilyen módon talán ott vagyok mindegyik naszvadinak a lakásában, házában, valamilyen áttételes módon is vagy, de valamit van ott tőlem. Úgyhogy egyetlen egy, de hát ez viszont már munkahelyi dolog lett volna. Volt egy dédelgetett álmom, ami nem valósult meg. Az pedig az volt, hogy tulajdonképpen a stúdió mellett van egy helyiség, egy szép, szép helyiség, és ott szerettem volna, mindig is álmom volt, de valahogy aztán, mivel
Hát nem voltunk sokan a kultúrházban, tehát nem bírtam oda eljutni, mert közben még a tájház is volt, ugye, azt is be kellett rendezni, és ezt a helységet szerettem volna úgy berendezni, hogy tehát a ismert, közismert naszvadiak, vagy éppen nem naszvadi születésű, de naszvadon élte le a világát, és ebből volt sokat, vegyük a Hanzelik Kálmán bácsitól kezdve, a pedagógusokig, a Fekete Zoltán, idősebb Fekete Zoltán, akiknek egy emlékszobát elkészíteni, akik alkottak, akik hosszú ideig, tehát naszvadon dolgoztak, és tehát ikonikus személyek váltak. Tehát egy állandó kiállítás. Állandó, egy ilyen ismeretterjesztő szobaszerűség, vagy nem is tudom, minek mondjam. Tehát valamikor volt a szocializmusban, ilyen forradalmi szobának hívták, de hát ez egy más jelentősége volt akkor. És itt pedig hát naszvadon is nagyon sok olyan ember létezik, akit már el is felejtettünk, vagy elment, de viszont a világban elértek nagyon, nagyon jó dolgokat. Tehát ez úgy bennem volt, hogy ezt meg kellene csinálni, mert említhetném Dobosi Józsi bácsit, a könyveit, és valahol egy grafikai részben a fotója, életrajza, és oda tenni azt, amit alkotott, Fekete Zoltán egy-két festménye, és így mehetnénk sorban, de hát ez nem valósult meg. Ami késik, nem múlik, még sor kerülhet rá. Én köszönöm szépen, hogy eljöttél közénk, és nagyon jó egészséget kívánok a további nyugdíjas évekhez, és nagyon sok jó ötletet és tevékeny napokat. Köszönöm szépen, és itt megragadnám az alkalmat, hogy én még köszönetet mondjak egész naszvadnak, hogy befogadtak, és ennyi éven át tulajdonképpen mondhatom azt, hogy barátként kezeltek. Jó érzés itt lenni, itt lakni. Talán úgy érzem, hogy valami megmaradt utánam, de köszönhető ez mind azoknak, akik befogadtak, és tulajdonképpen segítették ezt a hát közel 50 éves pályafutásban.